Koronglövő Európa-bajnokságot rendeznek a jövő héten Sarlós pusztán. Magyarország először nyerte el a Nemzetközi Szövetségtől a Trapskit dupla versenyek rendezési jogát. Hogy milyenek az esélyek, erről beszélgetünk Hegyi Norbert sportlövővel és Puc szövetségi edzővel. Norbertnek egyébként a ráhangolódás igen jól sikerült, hiszen a május elején a Beretta kupán szintén Sarlós pusztán lett harmadik. Jó reggelt kívánok! Ez gratulálok is. Köszönöm. Ez egy ilyen tesztversenynek, előversenynek tekinthető? Igen, ez volt a főpróbája az Európa-bajnokságnak, és hát nem várt eredmények születtek, mert Sálos Pusztán egyéni csúcsot lőttem, harmadik lettem, úgyhogy önbizalom. Akkor sem meg kell ismételni gyakorlatilag az Európa-bajnokságban. Nem igen. azzal az eredménnyel egyébként, hogy hát, az Európai Szerintem Szerintem az, azzal az eredménnyel nem lehet döntőbe jutni, de egy 120-121-es eredménnyel szerintem igen. Hát nyilván persze az ember akkor azt is tudja, hogy mi lenne az elvárás, ugye kedves István az egész válogatottól, de Norbert gondolom most oszlopos tagja a koronglő egységnek, ugye? Norbert az egyik legprominensebb személyiség ebben a szakákban. Hála Istennek vannak még rajta kívül mások is, akik esetlegesen ezt a rápokolt súlyt le tudják venni a válláról. De az egyik olyan emberünk az, aki egyik sportolónk, akitől várjuk azt, hogy megközelítse a döntő környékét, mi úgy szoktuk ezt mondani, hogy eredményekben gondolkodunk, és azokkal az eredményekkel majd meglátjuk a verseny szituációban, a verseny hogy hol fogunk, eh, hova fogunk jutni. Tehát kvázi számokban ilyen Számokban, számokban gondol, gondolkodunk, uh -huh. így van. Így van. És eh, hát a Saros pusztáról tudni kell, hogy nem a, a könnyű pályák közé tartozik, uh -huh. viszont nekünk annyiban van előnyünk, hogy a technikánk és a taktikai repertoárunk olyan, hogy esetlegesen a, a nehezebb pályákon is tudjuk az átlagot hozni, még az extrém jó versenyzők, akik eh, nagy számokat is képesek lőni, ők itt ezen a versenyen azért nem fognak akkora nagy számokat lőni, tehát közelítünk hozzájuk egy kicsit elvárásilag. Ez elsősorban azért van. van, mert ez nekik egy idegen ö, környezet lesz, vagy olyan szempontból idegen lesz, hogy esetleg mondjuk egy nehezebb pályának számít? E, idegen, mindenféleképpen idegen környezet, hiszen az idén építettük, átépített át a Sportlövő Szövetség és a Sarlós Pusztai kombinátnak a vezetése, ezt a direkt az Európa Bajnokságra. Mi is nem kezdtük el megszokni tulajdonképpen az újdonságokat, de maga a háttér, maga a korongok és a egyéb technikai részek azok, amik egy kicsit nehezebbé teszik azt, hogy a nagy versenyzők is tudjanak nagyokat lőni rajta. Tehát te, te, akkor van egy icike picike helyzeti előnye, mondjuk hogy a hazai pálya kínált a helyzeti előnye, ezt jól érzem? A helyzeti pálya előnye még annyira nincs, azt majd egy pár év múlva lesz, inkább az, hogy a technikánk olyan, hogy az egyéni képességek olyanok, ami mi versenyzőinknek, hogy tudják azt az átlagot hozni a nehezebb pályákon is, mint a könnyebeken. Ami viszont a hátrányunk Igen. is, mert például most, a, most jövünk, két nap előtt érkeztünk haza a Müncheni világkupáról, ahol óriási eredményeket lőtt a nemzetközi mezőny. Csak egy példa, hogy 125 találatból 124 el nem lehetett döntőbe kerülni ami mi számunkban a trappon. Ez döbbenet. Tehát döbbenet. <laughs> <ed, na> most <laughs> itt nem fognak ekkorákat lőni, ezt én most uh -huh. meg tudom jósolni, de ez a mi előnyünk is akár. Hát ez egészen elképesztő, ezzel azért, hogy nagyjából sikerült érzékeltetni még a műfaj az nagyon értők táborának is, hogy, hogy mennyire kell száz százalék közelében nyújtani egy versenyzőnek ahhoz, hogy, hogy egyáltalán eredményes legyen, vagy esélyes legyen a legeredményesebbek közé jutni. Ugye azt mondta a mester, hogy vannak, akik azért a, a vállaidról bizonyos szempontból le tudják venni a tereket. Hál' Istennek elég szép széles vállaid vannak, úgy látom, ezt jól bírják. De azért mégis, ez mennyire, mennyire idegi sport ez, Norbert? Ez, Tehát ez, teljesen ez már. Ez, azon az, amikor egy ország három legjobb világból, vagy az ország három legjobb lövője találkozik, mondhatni, hogy ott mindenki egyformán tud lőni, ez már ki hogy tudja kezelni azt a bizonyos szituációt. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen mondjuk egy ilyen helyzetben az alkalmazkodási képesség nyilván a, a, a versenydruknak az elviselése, Igen. bizonyos szempontból technika, igen, igen. Az is számít? Az is számít, hát például most elkövettünk egy hibát Kazasztánban, hogy későn utaztunk, és ugye az átállásommal volt probléma, úgyhogy az első napom ez nem igazán jól sikerült, és ez miatt bosszankodtunk egy picit, mert hogyha az az első nap jól sikerül, akkor úgy érzem, hogy az a döntőbe be tudtunk volna kerülni. Milyen, milyen az az állapot, amikor, amikor egy, egy koronglővő, vagy egy egyáltalán egy közlőtök való versenyző jól ébred, kialudta magát, jól reggelizett? Tehát mik azok az alapvető dolgok, hogy az ember vegetatív idegrendszere Igen. rájön a feladatra? Igen, ez, ez olyan, hogy fölébredek, és érzem, hogy most jól vagyok, és tudom, hogy jól fogok teljesíteni. Fölébredek, és érzem, hogy áh, nem jól aludtam, nem vagyok kipihenve, biztos, hogy nem lesz jó. Tehát az, az akkor elég, elég egy nyúlszás. Ebben mennyit tud egyébként egy, egy, egy szakember kívülről István segíteni? Tehát, tehát van-e olyan, amikor nyilvánvalóan profikról beszélünk, akik tökéletesen ismerik a saját mozdulataikat, a saját belső énjüket, az idegállapotukat, de vannak-e olyan apró részletek, amelyet esetleg kívülről egy külső szakértő szem másképp lát, és csak egy valamit mond már nyilvánvalóan nem a hanem, hanem azon kívül, és az mondjuk segít. Hát ez, az utolsó pillanatokban, aki a sporttal foglalkozott, az mind tudja, hogy ez nagyon így van. Tehát ha az utolsó pillanatokban már nem tudunk megbeszélni különösebb dolgokat, akkor már az ember tényleg látja arra a sportolóján, hogy milyen idegállapotban van, és egy éppen az adott pillanatban mit kell ahhoz mondani, hogy, vagy mit kell cselekedni, tehát mit csinálok vagy nem csinálok vele az utolsó pillanatokban ahhoz, hogy úgy tudjam beengedni a lőállásba, hogy érezzem rajta, hogy akkor most átbillent azon a holdponton, esetleg ami akár a versenydrukból, akár abból a szituációból, ami majd itt most azért ki kell mondanunk, vár ránk, hogy itthon lövünk, és ez nagyon furcsa nekünk, mert még soha nem lőtünk hazai közönség, hazai média előtt, tehát ez nekünk mind olyan dolog, amit szokni kell a versenyzőknek, akár még a vezetőknek is. De igyekszünk ezeknek a feladatoknak is megfelelni, és reméljük azt, hogy hozzászokunk, és ha a legközelebb lesz egy világversenyünk, akkor már, mint ö, profi nyilatkozók is profi, ö, az a versenyzők is lesz, <laughs> tudunk szerepelni, úgyhogy nagyon. Ha már nagyon azt rúles. említi, hogy hazai közösség, nyilván ennek, a, ennek, az eseménynek azért azt gondolom nagyban közel lehet ahhoz, hogy a későbbiekben mondjuk milyen volumenű eseményeket nyerhet el Magyarország, akár ezen a helyszínen is. Ugye azt mondta, hogy hazai közönség, hogy kell ezt elképzelnünk? Tehát valóban várnak-e Sarros pusztára drukkereket, szurkolókat? Ők honnan, hogyan láthatják a versenyt? Nagyon követhetik nyomot? Hát lesz rátó, és hát a, a lőállások mögött van egy korlát, ami mögött ott nyugodtan lehet közlekedni, beszélgetni, akár a versenyzőkkel találkozni is, amit azért bizonyos mértékig én majd azért fogok korlátozni. Fékezni. Így van, Így van, mert nagyon jó szándéka, nagyon jó emberek szoktak azért olyanokat mondani, ami nem oda való, nem a helyén való. El tudom és, és ezeket majd valamilyen szinten kezelnünk is kell a vezetésnek is. Én úgy gondolom, hogy a, aki a fegyverek körül forog, és magát ezt az egész dinamikus sportágat szereti, az mind, mindenki kilátogat erre az eseményre. hát Több száz embert várunk. Az, az szóval biztos, akkor azért hogy... az, az számítana, Norbert, hogy azért, azért van a hazai közönség előtt egy, egy olyan fajta extra spanolás, amit Igen. természetesen jó értelembe véve nem? Igen, mindenképp, mindenképp, uh -huh. úgyhogy biztos, hogy jól fogok teljesíteni ez miatt. Na hát reméljük, hogy akkor a hazai közönség egy picit buzdítva érzi magát arra, hogy, hogy ilyen volumenű rendezvény még nem nagyon volt magyar közönség előtt, tehát itt a remek alkalom. És hogy akkor kiknek szurkolhatnak? Ha már azt mondjuk, hogy nem eredményekről, nem számokról beszélünk, akkor beszéljünk egy picit számokról, meg nevekről, hogy Norbert mellett akkor még kinek a vállán nyugszik a, az elvárás terhe? Hát a legnagyobb eredményeket idézőjelben persze a Norbertől és Éfi Szólár Andrástól uh -huh. várjuk a trapon. Kiemelkedő versenyzőnk még Bognár Rihárd és Gerevics Roland a dupla trap versenyszámban, és van egy nagyon kedves és jó hölgy szkétesünk, Pongrácz Bianka, és a szkéteseink pedig Bokor Bálint és Zsingor András, akik szintén nagyon tehetségesek és nagyon ügyesek. Most jelen pillanatban a mai nap folyamán ők a Müncheni világkupán lőnek még uh -huh. első napot, úgyhogy izgatottan várjuk a mai eredményeket, a híreket onnan, hogy milyen eredményeket érnek el. Ezen kívül még természetesen azért, mert hazai versenyről van szó, feltöltöttük a válogatott kereteket olyan versenyzőkkel, akik az elkövetkezendő időben lehetnek még olyan kvalitású sportolók, akik eztán a későbbi nemzetközi olimpiákon vagy világversenyeken képviselhetik hazánkat akik majd el... Norbertek nyomába lépnek, ha jól értem, így, az így, az van, így, Tehát... van, így Na jó, van. hát akkor így. azt mondtuk, hogy eredményekben nem, azért döntőkben reménykedhetünk nagyon röviden? Benne van a pakliban az is természetesen, és akkor már nagyon, nagyon boldogok lennénk, hogyha a döntőbe bejuthatnak, ugyanis az új lebonyolítási rendszer az, azt, a, azt eredmény, az azt eredményez, aki döntőbe kerül, az akár nyerheti is, mert az, az alapverseny eredményét eltörlik, és újraindul és indul újra. Minden. Minden, hát ez hasonlatos, mint a, és a Mostani, ez egy egy éve van, ez a szisztéma, és hát gyakorlatilag majd, hogy nem azt tudjuk mondani, hogy aki a vezető pozícióban, az sosem nyeri meg a végén a versenyt. <laughs> Tehát inkább a hatodik, ötödik helyről tudnánk. Hát akkor, akkor felcsillanhatnak a remények, akkor én minél több döntőst kívánok ezen a mostani Európa-bajnokságon is, nagyszerű, eh, nagy közönség előtt lebonyolítás, mert persze ez is fontos. Köszönöm nagyon szépen, szépen a sok köszönöm. sikert! Nagyon, nagyon szépen köszönöm.